következő után egy kataja típusú formagyakorlatot fognak látni, kétféle módon előadva. A gyakorlat neve Pratama Kataja. Az első előadási módszer úgynevezett Santi Jao módszer, a második előadási módszer pedig Lungjiao Ajao módszer. Abban rejlik, ez volt a Santi Jao módszer. Tehát a Santi Jao módszernél a harc során, illetve a gyakorlatozás során az ellenfél felől érkező támadásokat nem kemény felületekkel, kontratámadásokkal hárítjuk, hanem azok elől elhajlunk, illetve úgynevezett lágyharc módszerével próbáljuk ezeket kivédeni és az ellentámadást kivételezni. Most ugyanezt a forma gyakorlatot fogjuk látni, illetve ennek egy módosított változatát, úgynevezett Pratipika légzéssel, amely a hatha jogából átvett légzésmódszer, és Lungjiao Ajao módon előadva, ami annyit jelent, hogy itt kemény izomfeszítésekkel és komoly koncentrációval végzik ugyanezt a gyakorlatot, mint majd ahogy látni fogják, a gyakorlatozót közben kemény ütések, rugások érik, és a gyakorlatnak az a célja, hogy ő megtanulja úgy kivitelezni ezt a formagyakorlatot, hogy ne érdekeljék a gyakorlatozót a kívülről jövő hatások, hanem kellő koncentrációval olyan állapotba tudja hozni az egész testét és a pszichéjét, hogy nem fognak benne kárt tenni ezek a mozdulatok. Most egy csoportos formagyakorlatot fogunk látni. Ezek a formagyakorlatok, amiket eddig láttunk, a kataja típusúak voltak, amit most fogunk látni, a taipongi típusú. Mm-hmm.
Összeállított mozdulatsor, de a mozdulatok előre meghatározottak. Tehát azok sorrendje nem kötött, de a repertoárja igen. A gyakorlat lényege az úgynevezett Lungjeo típusú, vagy sziklatest elvett szerinti védekezés bemutatása. Ezzel a védekezés módszerrel dolgozva a gyakorlatozók a speciálisan felkészített izomzatukkal hárítják a támadásokat. Thank you.
most különböző támadási módok elleni, ugyanaz ellen a támadás elleni Lungjiao módszerrel és Samtijao módszerrel, tehát kemény, illetve lágy módszerrel kivitelezett védekezés és ellentámadás fognak látni. Ezen egy kataja típusú forma gyakorlatot fognak látni, a gyakorlat neve Tritia kataja. Gyakorlatozás következik, amelynek a lényege az, hogy egy előre meghatározott sorrendben összeállított támadás és védekezés kombinációt gyakorolnak a gyakorlatozók. Ez arra készíti fel őket, hogy a valós harc során, amikor nincs előre meghatározva az, hogy miféle támadás következik és azt miféleképpen kell védeni, ehhez egy megfelelő rutint szerezzenek. Thank you.
matematikus gyakorlat következik. Gyakorlat neve. Sosa mosa verasztajana, lamba mosa verasztajana. Az úgynevezett belső vagy pszichikai energiák harcközbeni alkalmazását segít megtanulni, illetve helyesen kivitelezni. A most következő gyakorlat pedig ezeknek az energiáknak a kellő elsajátítását, illetve az annak leellenőrzését segít bemutatni, illetve ennek felkészítését segíti. Thank you.
Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Szeretném elmondani, hogy iskolánk nemrégiben kiadott egy tradicionális harcművészeti és orientalisztikai magazin. Tudomásunk szerint ez az országban az első olyan magazin, amely nem azzal foglalkozik, hogy melyik bajnokságokon ki hanyadik helyezett lett, hanem ténylegesen tradicionális tanításokat közöl, illetve orientalisztikai ismereteket. Ezzel a magazinnal kapcsolatban bárkinek az érdeklődését nagyon szívesen fogadjuk. Itt meg lehet bennünket találni. Még egyszer köszönjük a figyelmet! Thank you.